Sziasztok! Ebben a videóban vegán aranygaluskát fogok készíteni, és megmutatni nektek, hogy mennyire egyszerű ez a recept. Ez egy hagyományos aranygaluska recept, amin annyit változtattam, hogy kivettem belőle a tojást, és egy picivel több margarint adtam hozzá. A pontos összetevőket és a leírást megtaláljátok a blogomon, a noraspiration.com oldalon. Tehát az összetevők, az liszt, ebben van egy pici só, margarin, cukor, illetve az élesztőhöz, ugye az itt van, friss élesztőt használok, de amúgy porélesztőt is használhatok, ezt fogjuk felfuttatni növényi tejben, illetve egy pici cukorral. Úgyhogy ennyi, és még a tetejére kell majd extra margarin, meg cukros darált dió, és kész is az aranygaluska. Hozzá vaníliasodót fogok készíteni, ami a kedvencem, és imádom. Úgyhogy ez egy ilyen, ismét ilyen kedvenc kaja receptes videó. Ami itt is nagyon fontos, és bármilyen receptnél, hogyha élesztővel dolgoztok, az, hogy az összes hozzávalónak, szóval a margarinnak, meg a lisztnek is, hogyha ezt a hűtőben vagy a mélyhűtőben tartjátok, illetve a tejnek is, szobahőmérsékletűnek kell lennie. Különben nem fog felfutni az élesztő, nem jó neki se a túl hideg, se a túl meleg. Én itt már kimértem előre mindent, fogjuk a tejünket, belerakom a cukrot, kicsit megkeverjük, és utána csak bele morzsolom ezt az élesztőt, és ezzel kezdjük, ezt így hagyjuk, lefedjük, meleg helyre tesszük, nem forró, csak meleg helyre, és megvárjuk, míg felfut az élesztő, ez általában olyan 5 és 10 perc között. Felfutott az élesztőnk, hogyha nem így néz ki, akkor ne használjátok, mert nem lesz jó az aranygaluska, és nem fog felfutni a tészta a végén. Szóval itt van a liszt, benne a pici só, megy bele a cukor, ezt kicsit összekeverjük, és utána ezt a margarint fogjuk belemorzsolni, ami egy icipicit több, mint amit az eredeti hagyományos recept ír, csak ezzel a tojás sárgáját váltottam ki. Csinálhatjátok géppel is egyébként, csak én jobban szeretem így kézzel. És akkor ezután nincs más hátra, hogyha ezt jól így összemorzsoltátok, mint beletenni a felfuttatott élesztőnket. Beleöntjük az élesztős tejünket. Egyébként, amit ebben a videóban csinálok, az a blogomon lévő receptnek a fele. Ezt most csak így tényleg mutatóba csinálom nektek. De ami a blogon van recept, az tuti, hogy elég lesz 4 embernek minimum, mert ez egy elég nagy recept, ez pedig annak a fele. Nagyon ragad, és múltkor is, mikor csináltam, ez volt, szóval egy picivel több lisztet adok hozzá. Erről kimértem, hogy múltkor is ezt hozzáadtam még volna, úgyhogy ezt most meg is teszem, és a végső receptbe is így fogom leírni. Kész van, akkor letakarjuk, és meleg helyen dupla ekkorára keresztjük. Most pedig megmutatom nektek a kedvencemet, a vaníliasodót, amihez kell egy vaníliapudingpor, cukor, tej és igazából margarin kell majd a végére. Úgy kell megfőzni, ahogy ide le van írva a puding hátuljára, és itt most én 4 deci tejet mértem ki, de azért, mert az aranygaluskához jobban szeretem, hogyha folyósabb ez a sodónk, de amúgy 3 decivel szoktam csinálni, és akkor egy ilyen nagyon jó kis vanília krémet fogunk kapni. Szóval most kivételt teszek az aranygaruskánál, de egyébként 3 deci tejet szoktam használni, itt pedig a csomagolás 5 deci tejet ír. 3-5 evőkanál cukor, én szemrebben és nélkül beleteszem az 5-öt, szóval ez rátok van bízva, hogy mennyire szeretitek az édeset. És akkor igazából annyi a dolgunk, hogy ezt az egész pudingport ide öntjük, és egy nagyon kevés tejjel kikeverjük. Kb. Ennyi. Ezt csomómentesre keveritek. Ezt így összekeverjük. Szépen csomómentesre kikeverjük, és a maradék tejet pedig felforraljuk. Amint felforrt, azután lehet ezt hozzáönteni. Már elkezdett forni, akkor egy picit lentebb veszem, és hozzákeverem ezt. Ha letelt a 30-40 perc,
akkor egy ilyen tésztát kell kapjatok, ugye dupla akkorára kelt, vagy hát egy picit lehet, hogy nagyobbra is. És most ezt kivesszük, egy picit lisztezett felületre vesszük, átgyúrjuk egy kicsit. Kimargarinoztam ezt a tálat, és hát szagadhatjátok igazából bármivel, pogácsa szagatóval vagy kanállal, én kézzel fogom, és ebben olvasztott margarin van, amiben hát egy ilyen ekkora kis darabot, lehet, hogy kicsit nagyobb is lehet. Így ezt így ebben megfürdetjük szépen, jól, hogy mindenhol érje, és így fogjuk kirakni a kis tálunkat. Szóval még egyszer, nektek ennél nagyobb lesz ez a recept, nem kell, hogy tökéletes legyen, lehetnek ilyen kis amorf golyócskák is, tényleg. Az a lényeg, hogy jól átmargarinozzuk, tettétek nyugodtan egymás mellé őket. Tehát nektek dupla ekkora recept van leírva a blog oldalamra, úgyhogy úgy nézzétek ezt a videót, hogy az annak egy kétszerese. És visszatesszük, megvárjuk, amíg megkelt a tészta. Ilyen csodásan megkelt az aranygaluskánk, úgyhogy most már nincs más dolgunk, mint rárakni a tetejére a cukrozott diót, illetve egy pici margarint fogok még önteni, és közepes lángon kisütjük. Tehát most, hogy így megkelt, egy picit leöntöm a maradék olvasztott margarinnal. Ebből a cukrozott dióból rakhattok a közepébe is, hogyha a teljes receptet csináljátok, és akkor több szintetek van, mint nekem. Illetve, hiába, hogy cukrozott dió, azért én még teszek a tetejére cukrot, nehogy nekem ne legyen elég édes. A vaníliasodóhoz tettem még egy pici extra margarint, meg ezt a tejszínt. Azt gondoltam, még külön kiemelem, hogy ebbe az ilyen, hogyha van ilyen tejszínetek, vagy a megledekor, akkor ne használjátok olyat, hogy zabtejszín, rizstejszín, szójatejszín, szóval ilyen főzőtejszíneket ne használjátok ebbe, mert az nem arra való, és nem lesz finom. Úgyhogy ez ezekkel jó. Nagyon puha a tészta. Itt látjátok is. Hát ez tökéletes lett. Itt is belül. Ezt nézzétek. Tökéletes lett, tényleg. Nagyon jó lett a tészta. Jöhet a kóstoló. Itt van előttem. Most nem tudom letenni úgy a kamerát, hogy egyszerre egyek is, meg minden, úgyhogy ez most csak ilyen lesz. Nem tudom, ki az, aki még mindig azt hiszi, hogy a vegánok nem esznek jókat, mert hát ennél jobbat ki szeretne. Ezt imádom, hogy így lenyomom, és így visszajön. És ilyen puha, tényleg nagyon jó. Fú, én nem tudom. Ez jobb, mint bármi más. Még úgy voltam vele, hogy ezt megmutatom, szóval kijön ilyen kis darabokban, szép aranygaluska darabokban. Én ugye nem így szedtem ki az elején, hanem kanállal, de ezt is meg lehet így csinálni, és akkor szépen így kijönnek. Na most komolyan, imádom a kelt tésztákat, ezt nézzétek. Ez annyira puha és omlós, és finom, és wow,
Istenem! Remélem, hogy elkészítitek ti is ezt a receptet. Hát küldjetek el nekem majd a fotókat, jelöljetek be a képeken, mert szeretném látni, hogy sikerült. A teljes receptet megtaláljátok a blog oldalamon, a noraspiration.com-on, és a további videóig is boldogság növényi alapokon. Sziasztok! Isteni! Csináljátok meg, tényleg!